Sziasztok, én Keresztes László vagyok. Ahogy a korábbi videómban ígértem, egy kicsit jobban elmélyülök a Realme márkába, és ahogy bemutattam két viselhető eszközüket az előző videóban, most elhoztam a legújabb telefonjukat, a Realme 7 Pro-t. Habár Pro elnevezést kapott, ez nem egy felső kategóriás telefon, inkább felső-közép kategóriásnak lehet sorolni. Ezt már egyből az anyaghasználaton észre is vesszük, de előtte nézzük meg, hogy mit kapunk a dobozba. A sárga színű dobozba kapunk egy brutális 65 wattos töltőt, egy USB-C adatkábelt és egy szilikontokot. A telefon kijelzője Punch Hole, a bal felső sarokba került a kamera, ugye a kijelző ki van lyukasztva. A telefon bal oldalán találjuk a hangerőszabályozó gombokat, és különös módon ugye itt szét van választva a hangerő növelés és csökkentés, illetve itt található a SIM-tálca, két nanoSIM, illetve egy microSD kártya rakható bele. Alul találjuk a jack csatlakozót, illetve az USB Type-C csatlakozót, jobb oldalt pedig a bekapcsoló gomb látható, és stílusosan ez is sárga színű. Kijelzőt Gorilla Glass 3-as üvegvédi, lesz rajta egy fólia, illetve a kávák vastagsága nem egyforma, alul egy picivel vastagabb, mint a többi három oldalon, viszont még így is körülbelül 90%-os kijelző testaránnyal rendelkezik. A telefon szélei lekerekítettek, a hátsó bal felső sarokban találhatóak a kamerák, ez fordított L alakban, illetve a szín az ilyen fekete-kék, ilyen színátmenetes. Ahogy mozgatom a telefont, a fény hatására úgy változik a telefon színe. IP-védelemmel nem rendelkezik, egy ilyen víztaszító bevonattal látták el a telefont, hát ezt nyilván nem próbáltam ki. Nem recseg, nem ropog, jó masszív, jó az anyag használata, a fogása. Nekem ami probléma, ez személyes problémám, hogy a hangerőszabályozó az bal oldalra került, és én jobbkezes vagyok, nekem így kényelmesebb a jobb oldalt állítani a hangerőt, de igazából balkezeseknek ez teljesen jó lesz, meg igazából jobbkezesként is meg lehet szokni, nekem így külsőre csak ennyi volt fura benne. Nézzük a kijelzőt. Egy korábbi modellbe 90 Hz-es IPS panelt tettek, de a cég felmérése alapján a vásárlóknak fontosabb, hogy Amoled kijelzőjük legyen, így ebbe már Amoled panel került, viszont csak 60 Hz-es képfrissítéssel. A felbontása 1080x2400 pixel, tehát Full HD+, a mérete pedig 6,4 inch. Always On Display természetesen elérhető, értesítő LED nincsen. Háromféle képernyőszínmód állítható be, a ragyogó, élénk és nyugalom. Elérhető még a rendszer szintű sötétmód, illetve a fényerő is teljesen megfelelő, nappal is jól fogjuk látni. Az AMOLED panel minősége jó, a fekete tényleg fekete, videókat jó nézni rajta, de HDR10 plusz támogatás nincs benne, viszont cserébe sztereó hangzást kapunk, ami jó minőségű. Hardveres oldalon Snapdragon 720G processzort kapunk, ami 8 magos, 2 erősebb és 6 gyengébb processzormaggal rendelkezik. A RAM az 8 GB, a belső tárhely pedig 128, ez a bruttó, nettóban nagyjából 113 GB érhető el, de természetesen lehet bővíteni microSD kártyával. Pontosan, hogy mennyivel lehet bővíteni, azt nem találtam meg, az biztos, hogy a 256 GB-ot támogatja. A GPU Adreno 618, és ezzel az AnTuTu 289.000 pontot kapott, ez nagyjából a Samsung Galaxy A71-nek a teljesítménye. A telefon használata közben semmilyen megakadást vagy döccenést nem tapasztaltam, a Call of Duty mobile-jal játszottam, folyamatos volt a kép, tehát egyetlen egy FPS dropot nem észleltem a játék közben, illetve a melegedés is elhanyagolható volt, a hátlapon éreztem egy picike felmelegedést, úgyhogy a játékot is jól bírja. Szoftveres oldalon Android 10 fut rajta, Realme UI felülettel, Amik érdekességek lehetnek, hogy van benne Edge panel, osztott képernyő, a legördülő menüben a szokásos lehetőségek kérhetőek el, van Realme share funkció, itt a Realme, Oppo, Xiaomi és Vivo telefonokkal tudunk könnyebben kommunikálni, illetve adatot átvinni egyik telefonról a másikra. Nézzük a kamerákat. A főkamera 64 megapixeles, egyébként egy Sony IMX6812-es szenzor található, Quad-Bayer szűrővel, tehát 4 pixelnyi képet sűrít össze egy pixelbe, így a 64 megapixeles kamerával 16 megapixeles fotókat tudunk majd készíteni, de persze a 64 megapixeles is támogatott. Van még egy 8 megapixeles ultraszéles látószögű, illetve két 2 megapixeles makró és mélységszenzor. Az előlapi kamera 32 megapixeles, amivel Full HD 30 fps-es videókat tudunk készíteni, hátlapon viszont támogatott a 4K 30 fps. Készítettem néhány fotót a Mate 10 Pro-val is, hogy megpróbáljam összehasonlítani. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a Huawei a valódi színeket adja vissza, a Realme színei egy kicsit hidegek. A vonalélesség is jobb a Huawei-nél, nem rossz a Realme se, de a Mate 10 Pro az jobb. Ahogy már mondtam, tudunk készíteni 64 megapixeles fotót, itt belenagyítottam, és látszik, hogy egy picit zajosabb a kép, mint amikor 4 pixelt sűrítünk össze, ugye itt több az információ a képben. 2 megapixeles makrókameránk van, de minek? Amikor a telefonon megnéztem a fotókat, még azt mondtam, hogy egész jó, de a gépen visszanézve, hát borzalmas. Már elfelejtetnék ezt a makrókamerát, nagyon kevesen használják ki szerintem, már csak az alacsony felbontás miatt is. Videónál is készítettem összehasonlítást a Mate 10 Pro-val, és itt szerintem a Realme sokkal jobb színvilágot ad vissza, a 7 Pro közelebb áll a valósághoz. A 4K videót a Realme 50.000 bit per szekundummal, a Huawei 38.000-rel rögzíti. Ami nagyon tetszett a 7 Pro-ba, hogy van lehetőség a színek kiemelésére, lehet ez kék, zöld vagy piros, ilyenkor minden más színt fekete-fehérként jelenít meg, és elég érdekes videókat lehet így ezzel készíteni, viszont ilyenkor csak a Full HD 30 fps érhető el. A képstabilizátor önmagában nagyon jó, de van egy Ultra Steady mód is, amikor még jobb lesz, de ilyenkor csak a Full HD érhető el. Széles látószög nincs 4K-ban. Elérhető még az éjszakai mód, itt is csináltam az enyémmel, hát a Huawei-jel többször tudtam jobb fotót készíteni, illetve van egy ilyen csillagos mód is, amikor a csillagokat lehet majd látni a fotón, hát ezt nem tudtam kipróbálni a szutyok időjárás miatt. Itt annyit megjegyeznék, hogy egyetlen egy fotót körülbelül 4 perc alatt készít el, tehát addig fog exponálni a telefon, úgyhogy ezt mindenképpen egy állványon kell elkészítenünk. Van még gyorsított, illetve lassított videó, 120 és 240 fps-en, ezek elérhetőek elő- és hátlapon is. A 120 fps Full HD, a 240 pedig HD minőségű, és a telefon automatikusan 30 fps-en játsza majd vissza. Hát a hangminőségről inkább nem beszélek, mert az valami borzalom. És a Realme 7 Pro ilyen hangot vesz fel. Az ujjlenyomatolvasó a kijelző alá lett integrálva, illetve van 2D-s arcfelismerés is, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a Huawei minőségét hozza, egyszer sem tévedett, mindig gyorsan és pontosan felismert, úgyhogy ebből csillagos 5-ös. Adatkommunikáció tekintve van kétsávos Wi-Fi, a 6-os szabvány ugye hiányzik, Bluetooth-ból megkapjuk az 5.1-et, GPS-ből a szokásos műholdakat elérjük, illetve van NFC is, tehát mobilfizetésre is alkalmas a telefon. Na de a nagy durranás az az akkumulátor. Nem is a kapacitása, mert az 4500 mAh-órás, az sem rossz, tehát egy-másfél napig simán ki fogjuk húzni, viszont 65 watton lehet tölteni, és ugye ahogy már mondtam, a telefon dobozában meg is találjuk ezt a batárnagy töltőt, illetve hozzá kapunk egy olyan speciális USB kábelt, aminek egyébként a színe sárga, tehát nagyon dizájnos és harmonizál az egész telefonnal. Szóval 65 watton tudjuk tölteni, és a gyártó adatai szerint 12 perc alatt 50%-ig, és 34 perc alatt 100%-ra fel tudjuk tölteni. Nos, az, hogy az akkumulátornak ez mennyire tesz jót, hát nyilván hosszú távon azért hamar ki tudjuk nyírni, de minden esetre, hogyha gyorsan kell feltöltenünk a telefonunkat, akkor ez a lehetőség is adott lesz. Nyilván a műanyag hátlap miatt vezeték nélküli töltést nem támogat. A telefon kék és szürke színben kapható, nagyjából 112 000 forintért el lehet vinni, de egy hónappal ezelőtt már 93 000 forintért is megvásárolható volt, szóval ebből a szempontból egy nagyon jó vétel lehet. És akkor összegezzünk. Ahogy már mondtam, ez a Samsung Galaxy A71-jel vetekszik, nagyjából ugyanaz a hardware, legalábbis a teljesítmény az AnTuTu számok alapján hasonló. Hasonló a kijelző, a kamerákban vannak eltérések, tehát tulajdonképpen ez egy Samsung Galaxy A71, annyi különbséggel, hogy ebben van sztereó hangzás, illetve megkapjuk a 65 wattos szupertöltést, ugye az A71-ben csak 25 watt van, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy szerintem ez egy jó vétel lehet bárkinek, aki ilyen 100 000 forint körül akar egy jó telefont venni. Mindenképpen érdemes elgondolkozni a Realme márkán. Meglátjuk, hogy hosszú távon mit fog még kihozni a gyártó. Azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé dinamikusan fejlődik, úgyhogy ha majd jönnek újabb modellek, akkor azokat is majd megpróbálom tesztelni és bemutatni nektek. Úgyhogy nekem összességében tetszett a Realme 7 Pro, úgyhogy bátran tudom ajánlani mindenkinek. Én ennyit szerettem volna ebben a videóban elmondani, remélem, hogy tetszett és hasznosnak találtátok, ha így van, akkor nyomjatok rá egy lájkot, osszátok meg, iratkozzatok fel a csatornámra és kapcsoljátok be a harangot, hogy ne maradjatok le az újdonságokról. Van Facebookom és Instagramom is, oda szoktam kiposztolni, hogy milyen videók várhatók a közeljövőben, úgyhogy ott is kövessetek be. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és néhány nap múlva újra találkozunk. Addig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!